Egyelővel segíti az önkormányzatokat az erőmű. A hitről és segítésről Böjte Csabával. Csütörtökig lehet jelentkezni keresztfél évre. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Több mint 70 mázsa lignitet borított le a Mátrai erőmű a Balatoni Általános Iskola udvarán. A cég idén 150 mázsa tüzelővel segít az önkormányzatnak, és majdnem 10-szer ekkora mennyiséget ad az ország közel 80 településének. Idén biztosan nem lesz szénszünet a Heves megyei Balaton község általános iskolájában, köszönhetően a Mátrai erőmű által a településnek adományozott mintegy 150 mázsa lignitnek. Ez egy 73 mázsa, ami most itt ezzel az autóval megérkezett, ahogy az előzőkben is mondtam, 150 mázsa térítésmentes formában, 150 mázsa pedig 50%-os kedvezményes díjtétellel kerül majd az önkormányzathoz. A Mátrai erőmű az idei télen 60-80 településnek nyújt hasonló segítséget, mint egy 100 000 mázsa lignit szétosztásával. Önök most a mai napon tényleg nagyon nagy örömet szereztek sok mindenkinek. A balatoni iskola diákjai és tanárai idén már másodszor örülhettek, hiszen az erőmű tavaly is a község segítségére sietett. Az idejében sajnos ismét erre kényszerültünk, mert több bevételünk nem lett. Újra felvettük a kapcsolatot kormánymegbízott urat, megkerestem, hogy immár segítsen nekünk, mint polgármesternek is, és valóra vált a segítségük és az ígéretük, úgyhogy most ismét tudunk fűteni és működni fogunk. Balaton község évek óta forráshiánnyal küzd, így mintegy 18 millió forintos adósságot halmozott fel. Ennek a világnak is talán vége, hiszen azt a 18 millió forintot, ami az önkormányzatot mindig is terhelte és buszba kötötte, ezt most a kormány átvállalja, mint ahogy átvállalja az iskolának az üzemeltetését és a működtetését is. Heves megyében még tucatnyi település küzd a balatonihoz hasonló nehézségekkel. A Mátrai erőmű azonban nem csak ezeknek az önkormányzatoknak, hanem az ország távoli részein lévő településeknek is segít téli tüzelővel. A Gyöngyösihez hasonló szakképzőiskolát szeretne létrehozni Erdélyben Böjte Csaba. A Ferences rendi szerzetes erről a Károly Róbert szakközépiskolában beszélt, ahol a hitről és a rászorulók segítéséről tartott előadást. A szerzetes a hitéve alkalmából látogatott Gyöngyösre. Kicsit buzdítanám, biztatnám a gyerekeket, hogy felnőtteket, hogy merjünk hinni, merjünk Jézus Krisztusunk nyomába lépni és vele járni. Ez volt Böjte Csaba előadásának legfontosabb mondanivalója. Mindenkor emberének szüksége van buzdításra, bátorításra, mondta a Károly Róbert szakközépiskolában. A 21. században pedig a gyerekeknek, a diákoknak még inkább szükségük van a lelkesítésre és az odafigyelésre. A társadalomban elég sok feszültség, gond van, és logikus ezt a nehézségeket, ez a gyerekek viselik a legnehezebben el, tehát hogy mi felnőttek érezzük, hogy valami talán nincs rendben, nem jól van, kicsit zugolódunk is, meg panaszkodunk, meg szidjuk egymást, de szegény gyereknek ez nagyon rossz, mert, hogy mondjam, hát ő benne vékonyabb ez a tűrőkészség, és tényleg könnyebben elkeseredik, és hát leül a földre, és azért azt gondolom, hogy nagyon oda kell figyeljünk a gyerekekre. A hitre mindenkinek és mindenhez szüksége van, tette hozzá Böjte Csaba. Saját életét és hitét hozta fel példának a 2300 gyermekről gondoskodó Ferences rendi szerzetes. Elmondta, hogy Romániában nagy bajok vannak a szakképzéssel, ezért ilyen típusú szakképző iskolát, központot szeretnének létrehozni, mint a Gyöngyösi iskola, hogy a diákok elméleti képzésén túl szakmai oktatásuk is biztosítva legyen. Hisz abban, hogy a kinti nehéz helyzet ellenére ez sikerülni fog. A Károly Róbert szakközépiskola új fenntartója szeptember 1-től a Magyar Máltai Szeretetszolgálat iskola alapítvány. Így az iskola életében meghatározó a hit védelme, a rászorulók segítése, a segítő szándék fejlesztése, ezt programokkal is próbálják segíteni. Az iskola, amióta új fenntartó alatt és égisze alatt működik, nagyon sok lendületet kapott, és adott a gyerekeknek, nem csak a programokon túl, hanem a fiatalos lendületes megújuláson túl is, hiszen új arculata lesz az iskolánknak, amely a színekben is meg fog nyilvánulni,
infrastrukturális változás is történt az iskolánkban. Az őszi szünet után frissen festett, új lámpatestekkel felszerelt tantermekbe térhettek vissza a diákok, és a megújult környezet ugyancsak pozitívan hat a lelki nevelésre, tette hozzá az igazgató. Böjte Csabát elkísérték fogadott gyermekei is, akik a hit megtartó erejét énekelték meg. Gyöngyösváros szociális ügyért kitüntetést adományoztak dr. Juhász Györgynének, a Máltai Szeretetszolgálat gyöngyösi csoportvezetőjének. A díjat ma délután a Szociális Munka napján adták át a Mátra Művelődési Központban. Az ünnepségen átadták az elfogadás díját is. A kitüntetésben az idén a Mátra SM Klub részesült. Az eseményről készült képes beszámolónkat holnapi híradónkban láthatják. Keresztféléves képzés keretében állami ösztöndíjas képzésre is lehet jelentkezni a Károly Róbert Főiskolán. Alapképzésben 6, mesterképzésben 4 különböző szakra adhatják be a jelentkezéseket. A határidő november 15-e. A Károly Róbert Főiskola idén több mesterképzési szakot is hirdet keresztféléves felvételi eljárás keretében. A Károly Róbert Főiskolán 3 mesterképzési szak gazdaságtudományok képzési területen, illetve egy mesterképzési szak agrárképzési területen meghirdetésre kerül. A 3 mesterképzési szak a gazdaságtudományok képzési területen a turizmusmenedzsment, aki ilyen irányban érdeklődik, vezetés-szervezés és a vállalkozásfejlesztési mesterképzési szak. A mesterképzés mellett alapképzésben is hirdet szakokat a főiskola, nappali és levelező tagozaton is. Ezek az alapképzési szakok azok a szakok, amelyek a legnagyobb népszerűségnek örventek a nyári felvételi eljárás során. Úgy gondoltuk, sok érdeklődés volt ez iránt, hogy határidő után, hogy lehetőséget biztosítunk a érdeklődőknek, hogy alapképzésben, bár ugye a alapképzési eljárás a normál, tehát a nyári felvételi eljáráshoz köthető, de aki tovább akar tanulni, az sajnos csak költségtérítéses formában ezeken a szakokon is megteheti. Nem csak önköltséges, hanem államilag támogatott ösztöndíjas képzésre is lehet jelentkezni. A november 15-i határidő kizáró jellegű. Aki nem ad fel felvételi lapot, vagy elektronikus jelentkezését nem küldi el e hét csütörtökig, az februártól nem lehet a főiskola hallgatója. Jövőre is támogatja a gyöngyösi önkormányzat a nehéz helyzetben lévő egyetemistákat és főiskolásokat. Fontos változás azonban a bursza Hungarikát igénylők számára, hogy idén már csak elektronikus úton lehet pályázni az ösztöndíjra. Azok a diákok, akik rossz anyagi körülmények között élnek, és vagy érettségi előtt állnak, vagy már felsőoktatási intézményben tanulnak, november 23-áig nyújthatják be a nyomtatványokat. Idén több jelentkezőre számítanak. Gyöngyös önkormányzata idén is csatlakozott a Bursa Hungarika ösztöndíjrendszerhez. Azok a fiatalok, akik rossz anyagi körülmények között élnek, élhetnek ezzel a támogatással. Pályázhatnak azok a hallgatók, akik felsőfokú intézményben, nappali tagozaton, akár alap, akár mesterképzésben tanulnak, illetve az érettségi előtt álló tanulók. Tavaly 28-an pályáztak, és meg is kapták a 10 hónapig tartó támogatást. Az önkormányzat meghatározta a szociális rászorultságnak a feltételeit. Nálunk azok lehetnek jogosultak erre az ösztöndíjra, akiknek a családjában az egyfőre jutó jövedelem a 45.600 forintot nem haladja meg. Emellett vizsgálni kell azt is, hogy a családnak az összetétele milyen, van-e tartós munkanélküli, tartósan beteg, kollégiumi elhelyezést vesz igénybe a fiatal felnőtt. Fontos változás, hogy idén már elektronikus úton kell regisztrálni a fiataloknak. A legegyszerűbb elérési útvonal, ha az érintettek az emberi erőforrás támogatás kezelőn keresztül az EPER Bursa rendszeren regisztrálnak. A nyomtatványt az igazgatóság szociális csoportjához a mellékletekkel együtt kell beadni. Az önkormányzat úgy döntött, hogy 3 millió forintot biztosít erre a célra. A támogatásnak a maximuma a havi összegben 5000 forint lehet. Az állam ugyanennyit tesz mellé, tehát ez már havi 10.000 forint, és a legrászorultabbok számára a Heves megyei önkormányzat is biztosít még mellé néhány ezer forintos támogatást. A benyújtási határidő november 23-a. A települések önkormányzatai december 17-éig kötelesek elbírálni a pályázatot, és az eredményről 21-éig tájékoztatni kell a fiatalokat, vagy elektronikus, vagy postai úton. Mártonnapi bormustrát tartottak Markazon a Markazi hegyközség szervezésében. Az újbor kóstolón 17 termelő több mint 50 borát kóstolhatták az érdeklődők a libatepertős és libazsíros kenyér mellé.
A szőlőtermesztők az idén nem panaszkodhatnak, és várakozással tekintenek a borok minősége elé, mondta a bormustra megnyitóján Kovács Ferenc hegybíró, aki szüreti értékelőjében az időjárás okozta nehézségekről is beszélt. Át kell értékelni a technológiánkat a nagy hőség miatt, ami egész nyáron volt, de most már inkább a savtartalmat kell nézni a szőlőkbe, a szület időpontjának a megalapításakor, nem pedig a cukorfokot, mert tulajdonképpen a sav az nagyon fontos alkotóeleme a mustnak és a bornak. A hőség és az aszály következtében közel 30%-kal kevesebb szőlő termett, és az illat is kevesebb a fehérborok esetében. Itt a bormustrán a termelők megkóstolják egymás borait, véleményt mondanak és tapasztalatot cserélnek. Az ember az egész éves munkáját itt látja a boromban. Milyen volt az év, ki milyen bort tudott készíteni, mert minden év más és más. Az idei meleg nyár, meleg ősz, a szület ideje alatt is milyen illatokat tudtunk megőrizni a borba. És itt a termelők, akik itt vannak, minden egyes borukat, amiket bemutatnak, bírálat alá kerülnek. Legjobb kritikus a borszerető közönség, tette hozzá Németh István. Ők is voltak jó páran az új bor bemutatón. Balázs Árpád zeneszerző, nagy rajongója a mátrai és a markazi boroknak. Elfogulatlanul állíthatom, annak ellenére, mint a Borakadémia tagja, és nekem minden magyar borásszal elvileg jóba kéne lennem. Vannak jó borok, kevésbé jó borok, de maradéktalanul meg vagyok a markazi borokkal elégedve, és ebben nagy szerepet játszott Miller Lajos operaénekes barátom, aki ide költözött, és lecsal időnként bennünket ide markazra, és szisztematikusan járjuk itt a környéket, járjuk a borászokat. A mártonnapi újborkóstolón a 17 termelő több mint 50 féle fehér, vörös és rozé borai mellől nem hiányozhatott a libatepertő és a libamájas zsíros kenyér sem. A labdarúgó megyei első osztályban felsőházi rangadón találkozott a Markaz és a Szőlőskert Nagyréde csapata. A mérkőzés első játék részében a küzdelem dominált, a folytatásban a góloké volt a főszerep. Kis István, a markaziak harmadik gólját szerző csatár már a mérkőzés előtt kizárta a vereséget. A vereséget mindenféleképpen kizártuk ebből mai napból, szóval az abszolút nem lett volna elfogadható számunkra, és itthon szerettünk volna mindenféleképpen győzni hazai közönség előtt, és sikerült is. Mennyire befolyásolta a meccset azt, hogy Heilingert kiállították? Úgy érzem, hogy ha nincs a kiállítás a végén, akkor is győzelemmel zártuk volna ezt a mérkőzést, de előny volt számunkra, hogy kiállították Balást. Milyen volt a gólod? Hát megmondom őszintén, akkor már nagyon el voltam fáradva, és pont ez a 2-3 lépés még bennem volt, amit megbírtam tenni, eltolni a labdát a kapus mellett, és hát üres kapuba bírtam begurítani a labdát, hát rutin munka volt. A markaziak trénere Szerdai Gábor elégedett volt csapata teljesítményével. Az első fél időben az elétállányi tapogatózás volt mind a két csapat részéről, próbáltuk megkeresni a másik csapat gyengébb pontjait, aztán végülis mezőnyjáték volt, egy-egy lövés volt, egy-egy helyzet talán, de olyan kimondott, nagyon nagy lehetőség nem volt, aztán másodfél átalakult a játék, mind a két csapat jobban felvállalta szerintem a támadás lehetőséget, és hál' Istennek a cserékkel tudtunk olyat húzni, olyan cseréket, amelyek eldöntötték a mai mérkőzést. Kíváncsiak voltunk arra is, hogyan vélekedik az edző arról, sikerül-e megtartani az éllovas helyét a tavaszra is. Elvárás az elnökség részéről, a célkitűzés az első bekerülés volt. Úgy néz ki, hogy most ugye két forduló van hátra, ez valószínűleg sikerülni fog, bár két nehéz meccs van még. Úgy gondolom, hogy nincs ezen változtatás azon, hogy most első vagy harmadikon leszünk. Csináljuk a dolgunkat, edzünk becsületesen, hogy jönnek a meccsek, próbáljuk mindegyiket megnyerni, aztán meglátjuk a végén, mire lesz jó. Nyilván azért megfordul az öltözőbe itt a fejekbe, és egy-egy mondat erejéig az, hogy mi lenne, ha még előkelőbb helyen végeznénk. A mérkőzést követően szerettük volna a Rédei csapat edzőjétől is egy rövid értékelést kérni, aki sajnos nem vállalta az interjúadást. A Markaz 3-1 arányú győzelmével az első helyen várhatja majd a folytatást. Változhatnak a foglalkoztatási szabályok. A módosítások közt szerepel, hogy a nyugdíjas közalkalmazottaknak nem jár majd végkielégítés. A munkaügyi központhoz elektronikus levélben is be lehet jelentkezni, és megszűnik a startkártya. A foglalkoztatási jellegű törvényeket módosító törvényjavaslat legfőbb célja az adminisztráció egyszerűsítése, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatásért felelős államtitkára.
A startkártyák megszűnésével kapcsolatban úgy nyilatkozott. A munkahelyvédelmi akcióterv januártól pályakezdő foglalkoztatása esetén az első 2 évben nem kell fizetni a szociális hozzájárulást, míg a startkártyával a második évben már 10%-ot kellett fizetni. A tervezetnél várhatóan 1-2 milliárd forinttal kevesebb bevétel folyik be a költségvetéshez a népegészségügyi termékadóból, az úgynevezett chipsadóból, írja a Világgazdaság. A lap szerint a cégeknek az idén 20 milliárd forintot kellene befizetniük, de a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján ennél kevesebb bevétele lesz a büdzsének. Gazdasági híreink végén nézzük, hogyan alakultak a nap végén a budapesti értéktőzsde főbb részvényei. A Magyar Telekom 417, a MOL 18.600, az OTP 4.084, a Richter 40.230, a TVK 1.915 forinton cserélt gazdát. A tőzsde hivatalos indexe a BUX 18.987 ponton zárt, ami a legutóbbi értékéhez képest 63 pont csökkenést jelent. Az aktuális végén pedig híreink következnek egy-egy mondatban. Közel 80 önkormányzatnak segít idén téli tüzelővel a Mátrai erőmű. A hit védelméről, a rászorulók segítéséről tartott előadást Böjte Csaba a Károly Róbert szakközépiskolában. Keresztfél éves képzéseket indít a Károly Róbert főiskola, a jelentkezési határidő november 15-e. Jövőre is támogatja a gyöngyösi önkormányzat a nehéz helyzetben lévő egyetemistákat és főiskolásokat. Márton napi bormostrát tartottak Markazon. A hétvége és a mai nap eseményeinek összefoglalóját látták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét, a viszontlátásra!